Bár a tartományi ombudsman intézménye december 23-án tölti be működésének 10. évét, a vajdasági népügyvéd a házelnök kíséretében az emberi jogok nemzetközi napján állt újságírók elé. Nagyon sok minden van, ami különbözik a jogszabályi garanciáktól. Ezek azok a sérelmek, amiket az emberek éreznek a mindennapjaikban a bőrükön. Ezek azok az ügyek, amiknek kapcsán közigazgatáshoz, bírósághoz lehet fordulni, és hát ezek azok az ügyek, amelyek az ombudsmannak a munkáját is meghatározzák. Van, aki úgy magyarázza, hogy az ombudsman az a hatalom füle. De mivel a fülnek nincs keze, így első látásra úgy néz ki, hogy tehetetlen az ombudsman, de valójában nem így van. Ezt bizonyítsa a mi, mondhatnám, 8 évi munkánk, mert az első 2 évben az intézmény nem működött, csak készült. Tehát a folyamodványok száma és az ajánlások betartása, ez bizonyítja, hogy megéri, hogy létezünk. Az intézmény ez alatt a 10 év alatt 20 felmérést végzett az élet szinte minden területén. Ezekből kiderült, hogy leginkább a férfiak jogai sérülnek. Emellett számos jogsértést jegyeznek a munka, illetve a foglalkoztatások terén.